Ünnepi nap ez a mai, mert 25 évnyi kutatómunka után megjelent Hódmezővásárhely néprajzával foglalkozó monográfia. Jelentette be ma reggel dr. Kószó Péter alpolgármester az Árpád utcai tájházban tartott sajtótájékoztatón. Régmúltra visszatekintő hagyományai vannak a várostörténeti kutatásoknak, erre teszi fel most a koronát az ünnepi könyvét alkalmából kiadott két részes tanulmánykötet. Az összes eddigi kiadást, illetve előző köteteket összevesszük, akkor azt gondolom, hogy ami ezekben a könyvekben nincs benne, azokat talán nem is érdemes tudni, mert hiszen a szerkesztők, a főszerkesztő is a teljességre törekedett. Hódmezővásárhely mindig is rangos helyet foglalt el a néprajztudományban, vett át a szót Nagy Vera néprajzkutató, a kötet egyik szerkesztője. A témának vannak jól feldolgozott részei, mint például a fazekasság, így ezeket a tanulmányokat a szakemberek összegezték, majd kiegészítették a legújabb kutatási eredményekkel. De eddig még soha nem vizsgált témakörök is bekerültek a monográfiába. A kötetnek talán ez a legnagyobb érdeme, hogy számos olyan tanulmányt találunk, amely most jelenik meg először, illetve olyan téma, amelyről eddig még soha senki nem írt. Ezek közé tartozik például a népszokások területén az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások, vagy kézművesség terén a textilipar. Hódmezővásárhelyi néprajza óriási értéket képvisel, hívta fel a figyelmet Szenti Tibor, a monográfia társszerkesztője. A kutató munka hiába kezdődött el 25 évvel ezelőtt, már akkor is túl késő volt, hiszen egyre fogynak a hiteles adatközlők. Éppen ezért a néprajzkutató megfogadta mestereinek tanácsát. El kell sajátítani mindazt, amit az elődök adtak, de menjél ki a nép közé, mert ők azok, akik tulajdonképpen mindazt létrehozták, amit te akarsz majd fölgyűjteni. És azok a beszélgetések, amelyek papírra kerültek, amelyek nagyon sok ember szájából elhangzottak, azok az igazán értékesek. A néprajzi gyűjtemény hivatalos bemutatója holnap délután 5 órakor lesz a Városháza dísztermében. Almási István polgármester mond köszöntőt, a kötetet dr. Novák László a könyv főszerkesztője, valamint dr. Barta Elek a Magyar Tudományos Akadémia tagja méltatja.